tisztelt közgyűlés, tisztelt alpolgármester asszony! Én is sokat gondolkodtam az előterjesztésen, és hát nyilván vannak törvénykötelezettségek, illetve a polgármester úr, ha jól olvastam, hogy akkor 32,5 évet letudott iskolaigazgatóként. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a város jelenlegi gazdasági helyzetében gyakorlatilag akkor, amikor gyakorlatilag városüzemeltetési munkák maradnak el, amikor azt kérjük a városlakóktól, hogy húzzák meg a nadrágszíjat, akkor én azt gondolom, hogy erkölcsileg, morálisan részemről akkor sem támogatható, hogyha ezt vissza fogja küldeni bárki ide hozzánk. Akkor újra nem fogom támogatni. Mi azért vagyunk önkormányzat, hogy erről dönthessünk. Arról nem is beszélve, hogy ha már lehívunk különböző pénzeket, akkor egyébként az elférhetne mondjuk például a perces pataknak a kaszálására, a tömegközlekedésre, egyebekre. Én egyet tudok emlékezni, amikor 2017-ben béremelést hozott be az előző városvezetés, én azt akkor leszavaztam, és ennek egy jelentős részét én magam utána azt jótékonysági célra felajánlottam a közmunkásoknak, illetve a miskolci gyermekmentőknek. Én azt gondolom, hogy részemről morálisan ez a kérdés nem támogatható. Köszönöm.